Dr. Salamoné, Dr. Koldi Erzsébet vagyok, a Szombathelyi Markusovszki Kórház központi laboratóriumának RIA részlegének vezetője, valamint a Pécsi Tudomány Egyetemen egészségtudományi karán is egy tanári állást töltök be. ...1954-ben Barcson születtem, általános iskolai tanulmányaimat is ott végeztem, ezt követően Pécsre kerültem a Lőbai Klára gimnáziumban, ott végeztem 2 évet, majd Baján a Tóth Kálmán gimnáziumban érettségiztem. 73-ban ezt követően kerültem a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerésztudományi karára, ahonnan, mint pályakezdő Vas megyébe kerültem. Ott a Vas megyei gyógyszertári központnak a pendliző, helyettesítő gyógyszerészévé váltam, majd ezt követően a Galenusi Laboratórium vezető helyettese lettem. Utána kerültem át pontosan 25 éve a Markusovszki Kórház központi laboratóriumának a RIA részlegének vezetőjeként ténykedem napjainkig is, miközben 2005-től a Pécsi Tudományegyetem tanárává váltam, ahol az egészségtudományi kar diagnosztikai tanszéki csoport vezetője vagyok jelenleg is. Amikor 1988-ban a Markusovszki Kórház központi laboratóriumának RIA részlegébe kerültem, Kovács L. Gábor professzor úr invitált tulajdonképpen oda. Nagyon szerencsés helyzet volt, mert professzor úr a szellemével olyan iskolát teremtett, amellyel a Markusovszki Kórház központi laboratóriuma tényleg országos hírűvé vált, az első akkreditált laborrá vált, és különösen, mint endokrinológus professzor, nagyon segítette, támogatta kutatásaival is a területemet, ami elsősorban az endokrinológia területére terjedt ki, persze más orvosbiokémiai területeket is magába foglal, mint allergológia, mint gyógyszerszint monitorozás, tumorimmunológia, tumormarkerek. Forrongó volt az az időszak, volt olyan év, hogy 10-15 új vizsgálatot vezettünk be, amivel tényleg szinte szárnyakat adott nekünk, rengeteg új műszert kaptunk, és ennek a talaján alakult ki tulajdonképpen bennem is egy olyan tudományos igényesség, amivel egy kutató szellemet sikerült elkecsolnom a főnökömtől, és így születtek, ugye először az egyetemi doktori disszertációm már mindjárt, mikor a kórházba kerültem, 2 év után megszületett, utána meg a PhD doktori disszertációig vittem, amelyben persze hát a Szabolcs professzor úrnak is, mint külső konzulensemnek hatalmas nagy szerepe volt a Semmelweis Egyetemről. És bizony a sok eredmény azt hozta, hogy a Pécsi Tudományegyetemen is, meg közben is már a 90-es évektől oktatással is foglalkoztam. Jártam vendégoktatóként a Kaposvári Képzési Központban orvosi laboratóriumi analitikusokat tanítani, nekik kurzust vezettem immunológiából, immunanalitikából, ma már az endokrinológia altárgyat is én adom le tantermi óraként ebben az intézményben. Hivatalosan ott 2005 óta vagyok állásban, de az oktatást már a 90-es években kezdtem, mint óraadó tanár. Tulajdonképpen nagyon szerencsés embernek tarthatom magam, mert mindkét nagy egyetemmel, már mint a budapesti és a pécsi egyetemmel közös kollaborációban nagyon sok tényleg rangos, jeles, szellemi
barátot és szellemi partnert tudhatok magaménak. Többek között, hát ugyanígy a Pécsi Egyetemen maradt a jó kapcsolatom a Kovács L. Gábor professzor úrral, de a Semmelweis Egyetemen a Rácz professzor úr, a Szabolcs professzor úr, akkor a Lakatos professzor úr, Takács István docens úrral nagyon sok közös témánk alakult, és ennek eredményeképpen elmondhatom, hogy közel 230 publikáció az, ami most az MTMT adatbázisról lekérhető. Nyilván ebben benne vannak a citálható absztraktjaim is, absztraktjaink is, mert közös munka volt. Ezen kívül pedig hát a közleményeinknek a száma az szintén egy 70-re tehető, és hát könyvrészleteim is 15-re már. De amit a legfontosabbnak tartok a tudományos munkám során, az a fiataloknak, vagy a rezidenseknek, az orvosi laboratóriumi analitikusoknak a szakdolgozatához, az életük első cikkéhez való hozzásegítése, ami a legtöbb örömet adja számomra, és hát nem utolsó sorban ugye tudományos fokozatok szerzése is, ami már sikerült két PhD-st is igazgatnom, egyengetnem külső konzulensként. És hát a szakdolgozatok utolsaim száma a 35-re tehető, és hát a TDK konferenciákon való szerepléseikről is hát dicsekedhetek, azt hiszem, mert már van egy országos TDK-s nyertesem is, de ezen kívül a Kari TDK-n is 11 hallgatóból 6 darab helyezést kapott már, és a többi pedig majdnem mindegyike egy kivételével valamilyen díjat nyert el. Nem beszélve a dékáni pályamunkákról, amelyekből már 2 hallgatóm 2 évben díjat kapott. Úgyhogy ezekre nagyon büszke vagyok, mert a fiataloknak a támogatása, segítsége öröm, mert végül is okosak, értelmesek, csak hát még életükben nem írtak cikket, ezek után elég sokat kell alájuk dolgozni, és ezt tényleg örömmel teszem, mert hálásan, értelmesen, és még néha még kritikát is kap az ember tőlük, mint fiatal, gyorsabb agyú, fiatal biológiai lényektől, úgyhogy tényleg jó szellemi partnerség van. A Markosoxi Kórház legtöbb fiatal doktorával, orvosával, és ezt készséggel teszem. Remélem, hogy a jövőben megadatik az az erő és idő, hogy még tudok pár PhD-t végigvezetni, mert témáim száma elég sok lenne még megirandó, amiben látnék még PhD eredményességet elérő munkát. Hát remélem lesz rá alkalom. Alapvetően meghatározta a személyiségemet, és tulajdonképpen a munkásságomra is rányomta a bélyegét, hogy a családom 10. gyermekeként születtem, és nagyon kemény, édesanyám, édesapám keményen dolgozott. Édesapám pénzügyi revizor volt, Barcson éltünk, édesanyám iskolai gondnok. És emiatt nagyon szigorú rendet kellett tartani. Mi láttuk a szüleinktől, hogy keményen kell megdolgozni a betevő falatért, olyannyira, hogy ezen két főállású munka mellett a szüleim maguk termelték meg, egy nagy kúriában laktunk, amelynek volt gazdasági épülete is, az élelmiszert, volt disznó, volt baromfi, 2 hatalmas kert gyümölcsel, zöldséggel, és nekünk szigorúan, mihely is már nagyon bacskák lettünk, be volt osztva, hogy kinek mi a feladata. Anyánk nagy szervező volt, és nagyon szigorú rend volt. Azon túl, hogy ingerben ez nagyon gazdag volt, főleg számomra, mint 10. gyereknek,
mert mindegyik gyerek, testvéremtől kaptam valamit. Én tulajdonképpen a szüleimre annyira nem is emlékszem gyerekkoromban, inkább a testvéreimtől, de minek után a gének játéka meglehetősen sokszínű, 9 testvér esetében, így mindegyiktől tanultam, kaptam valamit. Valamelyik a Thomas Mann könyvet adta a kezembe, valamelyik a verseket, a harmadik mindig mesélt. Tehát tényleg egy ingergazdag környezetet tudhatok magaménak, és emiatt a munkának a szeretete rányomta a bélyegét a családunk összes tagjára. Bármelyik, bárhol, mindenhol tényleg elismert jó munkaerővé vált. És hát ugye van még egy faktor az életemben, amiben szerencsés vagyok. 30 éve élek jó szellemi és tényleg szeretetben a férjemmel, aki szintén professzor, a Pécsi Egyetem nyugdíjas professzora. Kicsit nagyobb korkülönbség van közöttünk, de nagyon harmonikus, szép életet élünk. Ő meg szintén kicsit megnyételyezett, szintén tudományt művelt mindenkor, az akadémia doktora, aki megmétejezett ezzel a tudomány tündérével és a tudomány szeretetével, hogy többet nem mondjak, lehet, hogy még a Szentágotai professzor szelleme hat, mert ő még a Szentágotai Intézetből tanulta meg ezt a tudomány-etikai kérdést. Úgyhogy nyilván ezek rányomták bélyegét az életutamra, meg a szakmám és a tudományom iránti szeretetére. Az egy kicsit szomorúsággal tölt el, hogy sajnos közös gyermekünk nincs, de a férjem első házasságából levő 2 lány, aki nem nagy korkülönbség van közöttünk, nagyon jó testvéri kapcsolatban vagyok, a férjem unokáit magaménak érzem, és hát a 9 testvérem, unokatestvéreimek, hát számtalan sokan vannak, úgyhogy nem vagyok egyedül, hál' Istennek. És szeretetben élek. Nem csak a tudományos és szellemi életben vagyunk közös nevezőn férjemmel, hanem a sport területén is. Keményen teniszezünk, télen síelünk. Ezt hetente 2-3-szori alkalommal tesszük. Azon túl, hogy hát az érdeklődési körünk is a művészetek és az irodalom iránt is hasonló, bár én magam egy kicsit a filozófikusabb műveknek jobban pártolója vagyok, tehát a könnyed filmek, krimik annyira nem kötik le a szellememet. Én jobb szeretem a mindenkor gondolkodtató irodalmat, ennek megfelelően legkedvesebb kultúrfilozófusom Hangas Béla, akit nagyon szeretek, és hát van egy csomó könyvben még hasonló tárgyú, amit remélem, hogy megadatik, hogy életemben lesz időm elolvasni, mert a szakmám sok időt elvesz, emiatt ritkábban tudok, de nagyon szeretem a verseket is. Régen, mint irodalmi színpados, borzalmasan kedvelem. Azokat azért még úgy leveszem a polcról, előveszem, mert erőt adnak, emberi tartást töltenek belém.